Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 7-én. Az első kérdés az lenne, hogy milyenek az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre kivetem most a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek? Milyen lépéseket tesz irányotokba? Ehhez jön még egy napi kártya. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ez a kártya megadja rá a választ. Ti vagytok ez a királynő. A királynő a levegő eleme felett. Ez szimbolizálja a könnyűséget, a szabadság érzetét és a kommunikációt is. Pontosan ez foglalkoztatja őt gondolatban. Egy hírre vár, vagy valamit szeretne veletek megbeszélni. A második kérdés pedig az volt, hogy milyenek az ő érzelmei itt megjelentek, mint egy ilyen biztonság. Ti adjátok neki a biztonság érzetét. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy mit közöl veletek. Ez itt a szomorúságra utal. Én úgy gondolnám, hogy ő várakoztat titeket, mert ő arra vár, hogy ti jelentkezzetek nála, és mivel ő várakoztat titeket, és nem jelentkezik, mert neki elvárásai vannak, az szomorúvá tesz titeket. Előfordulhat az is, hogy ő szomorú és közli ezt veletek. Mert a kártyáknak szimbolikus jelentése van, ez a kép jelentheti az ő tartását is, de én azt hiszem, itt erről van szó, hogy ő várakozik, és ti szomorúak vagytok, mert ez a hír késelkedik. Erre utal a hold is, mert a hold várakozó, de megvannak az álmok, a remények, és ez az, amiben hinnetek kell, mert ez, ami erősíti a hiteteket. Nem kell, hogy jelentkezzetek nála, szerintem az jobb lenne, ha ő tenne most lépéseket. Nem kell, hogy jelentkezzetek nála, várjatok még pár napig, javulni fognak az események, és ő jelentkezik, kaptok egy hírt tőle, mert ezek a gondolatai, ő szeretne veletek valamit tisztázni. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket a viszonthallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!